A kínai észak-koreai határ közeléből egy 4 csillagos szállodából irányították a Sony elleni hacker támadást. Itt laknak ugyanis Kim Jong-un hackerei. Kénytelenek, mert Észak-Korea nagy részével szemben itt van széles sávú internet. Persze a kommunista diktatúra még mindig tagadja, hogy ők követték volna el a támadást. Azt mondják, ha megbüntetik őket, 1000-szeresen vágnak vissza Amerikának. Hacker támadás elleni gyakorlatot tartanak ebben a dél-koreai atomerőműben. Az ország látványosan megrémült attól, hogy északi szomszédja mire lehet képes. Észak-Korea ugyanis nem csak a Sony szervereit törhette fel, de az atomerőműből is ellophatott sok fontos, igaz nem kritikus adatot. Pedig Észak-Korea továbbra is tagadja, hogy köze lenne a hacker támadáshoz. Ebben a pekingi vezetés is csatlakozik hozzájuk, de ők leginkább azért tiltakoznak, mert Kína Észak-Korea egyetlen szárazföldi szomszédja is szóba került a Sony dokumentumainak ellopása és közzététele kapcsán. Ebből a kínai-koreai határon fekvő hotelből irányíthatták ugyanis a támadást. A pletykák szerint ez a koreai elit hackerek otthona is. Ebben a 4 csillagos szállodában ugyanis ellentétben Észak-Korea nagy részével van széles sávú internet. Kim Jong-un és kormánya viszont nem csak tagadja a támadást, de egyúttal fenyegetőzik is. Fenyánban kijelentették, hogy ha megbüntetik őket, az eddiginél 1000-szer többet fognak ártani Amerikának. A Fehérházat és a Pentagont fenyegették támadással, amiért az amerikai kormányzat nem éppen kedvező színben tünteti fel az észak-koreai vezetést. Nagy szerencse, hogy Barack Obama nem tekinti háborús cselekedetnek a Sony elleni támadást. Ennek ellenére az elnök betartaná korábbi ígéreteit, és keresi a megoldást, hogyan lehetne visszavágni Észak-Koreának.